Napról napra egyre melegebb van Vajdaság szerte. Ezen a héten még folytatódik a tavaszi időjárás, a jövő hét elején azonban némi lehűlés várható. Csapadékra azonban nem számíthatunk. Kovács Géza meteorológus a réteges öltözködést javasolja, hiszen, mint mondta, a nappali hőmérséklet a reggeli és az esti órákban akár 5 fokra is lecsökkenhet. Az elkövetkező néhány napra, tehát egészen valójában hétfőig marad a nagyon szokatlanul meleg, enyhe idő. Többnyire napos lesz, és olyan mérséklet kevésen 20 fok fölött lesz, ami általában május elejére felel meg, tehát jócskán előre mentük az időbe. Utána viszont egy hidegfront ér el bennünket, amely hát egy jócskán le fogja hűteni a levegőt. Normális 13-14 fokos maximális értékekre van kilátás. Sajnos úgy tűnik, hogy a csapadék szemszögéből nem sok esőre van kilátás. Az a front esetleg kevés esőt hoz, de azt az aszályos helyzetet nem fogja enyhíteni nagyon. Viszont utána a következő napokban, tehát a jövő hét második felében ismét enyhül az idő, tehát melegszik, és ismételten 20 fok fölé kúszik a hőmérséklet megint. Az időjós egyébként azt is elmondta, bár nehéz előre jósolni, május végére akár 30 fok feletti hőmérsékletre is számíthatunk. A tavasz érkezésével beköszöntött a pollenallergia időszaka is. Tavasszal több virágpollen kerül a levegőbe. Különösen a nyírfarügyezése okozhat gondot. Kíváncsiak voltunk, hogy az utcán megkérdezetteknek milyenek a tapasztalataik a tavaszi allergiáról. Hála Bogu, smis ma van a kódporninálta. Baj van az orr dolgokkal, nem lehet rendesen jelegezni. Ilyen virágporra vagy ilyenekre, nem? Arra én nem. És valaki a családban? Én nem tudok olyanról. Fogami oszitisz, vagy szosztiv az duho. Neki púta me hvata, a neki púta me primetim. Pa ove godine manje, malo sam izlazila napolje. Az allergia tünetei sokfélék lehetnek. Kiütés, sömör, kötőhártyagyulladás, tüsszögés, orrfolyás, viszketés, de még aszma formájában is megmutatkozhat. A megfelelő kezelése érdekében allergiateszt elvégzése javasolt. Szerbiában az allergiás betegek száma becslések szerint eléri a 2 milliót.